Amerikai zászlóval és magyar tánccal fogadták az amerikai nagykövetségről érkezett vendégeket a Kródi Gyula gimnáziumban, az iskola előcsarnokában pedig minden az Amerikai Egyesült Államokról szólt. A nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium az amerikai nagykövetség és az Emmy által kiírt pályázata útján lehetőséget kapott egy USA nap megrendezésére. A célja egyértelműen az, hogy ne kizárólag a tanítási órákon ismerkedjenek meg a diákok más nemzetek kultúrájával, hanem egy kicsit kilépjünk ezen közül a keretek közül, és minél inkább, minél sokszínű programok és feladatok mellett tudják elsajátítani az ismereteket. A Kródi Gyula gimnázium diákjai vetélkedőn mérhették össze tudásukat, kiállítással mutatták be az Egyesült Államokat, amerikai zenével szórakoztatták az érdeklődőket, amerikai ételeket készítettek, és még az indiánok kultúrájából is nyújtottak egy kis ízelítőt. Mi indiánoknak öltöztünk, így akartunk megemlékezni a régi amerikai őslakosokra. Ezzel készültünk. Bent többféle program is van, amerikai ételekkel, magyar-amerikai kapcsolatokat mutatnak be, tehát többféle program is van. Az udvaron is kosárlabda, kötélhúzás, szóval pazar az egész. A Kródi Gyula gimnázium a rendezvényre a város más középiskoláiból is hívott diákokat. Az érdeklődők angol nyelven hallhattak előadásokat, többek között az amerikai filmiparról és a multikulturalizmusról. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az itteni diákok megismerhessék az Egyesült Államokat és azokat a lehetőségeket, amelyek a fiatalok előtt nyitválnak. Az oktatás, a műszaki tudományok, a társadalmi környezet, egy szóval az élet minden területén. A Kródi Gyula gimnáziumban megrendezett USA napon a diákok az Egyesült Államokbeli oktatási lehetőségekről is hallhattak.